Gratulálok, hogyha az eredményt nézzük, a két meccs végeredményét, akkor azt lehet mondani, hogy habkönnyedén ment tovább a Ferencváros, és jutott föl 17 év után megint a Bajnokok Ligája elit versengésébe a főtáblára. Tényleg ennyire habkönnyű volt? Azért az első mérkőzés az szerintem nem indult ennyire könnyedén. Nagyon sok helyzetet hagytunk ki. Az volt a szerencse és a jó része az első mérkőzésnek, hogy a védekezés az végig stabil volt. Az első mérkőzésre összesen kaptunk 4 gólt. Tehát át tudtuk dolgozni a meccs végére a támadások is, hogy egyre hatékonyabbak lettek, és ez okozta végül ezt a 6 gólos különbséget. Ha már a védekezést említed, Mezei Tamás volt, aki nemrégiben úgy nyilatkozott, hogy nem kell szépen játszani még most az idény elején a Ferencvárosnak, hanem az alapokat kell nagyon-nagyon jól tudni és megcsinálni, mert hogy még összeszokóban van az együttes. Ebben a kérdésben most hogy álltok, hogy áll a csapat? 2 hét után, 5 mérkőzéssel a hátunk mögött. Talán inkább most inkább azt mondanám, hogy az 5 mérkőzés az, ami úgy mérvadó, hiszen le tudtunk játszani azért tényleg együtt 5 mérkőzést, és azért az is nagyon fontos építő eleme egy csapat építkezésének. De azért mégiscsak 2 hét, tehát azért azt nem gondolnám, hogy túlságosan sok idő. Tényleg így van, le kell raknunk az alapokat. Ugye a legfontosabb az, hogy hátul stabil legyen a védekezés, az a legeslegfontosabb, és arra tudunk építeni, mert azért az simán benne van a játékban, hogy esetlegesen a támadás ne úgy menjenek be a helyzetek. Nagyon sok játékos, nagyon sok különböző helyre, ugye volt, aki végigcsinálta egy nyári felkészülés, amikor abból volt a legkevesebb. És emellett voltak olyanok, akik különböző válogatott eseményeken voltak, hosszabb, rövidebb felkészülésekben, tehát nagyon sok helyről, nagyon sok eseményre jöttek játékosok, ezért ilyenkor nyilván van egy idő, ameddig összerázódnak kell az együttmunka, az együttlét, a tapasztalás, a nagy mérkőzések, komoly ellenfelek, ahhoz, hogy lássuk azt, hogy mind kell dolgoznunk. Hát most volt komoly mérkőzés, ez a Vuliagmeni elleni párharc egyébként, hogyha csak a csapatneveket nézzük, akkor tényleg lehetett volna nehezebb. Hát Görögországban, a görög bajnok ellen, ráadásul nyitott medence volt, és most itt az interjú előtt beszélgettünk egy kicsit, és mondtad, hogy játékos korodban te kifejezetten nem szeretted. Én ebből kiindulva tartottam a nyitott medencétől, mert nekem nem volt jó érzésem, amikor a fedetben hozzá voltam szokva egy adott légkörhöz, és abból kimenni. Az nekem mindig okozott nehézséget. Hál' Istennek a csapatomra ez most nem volt igaz, bár tény és való, hogy tudtunk egyet kint edzeni hétfőn a Komjádiban, úgyhogy azt is köszönöm ott a vezetőségnek, hogy segítették ezt a lehetőséget, fontos volt. Úgyhogy ezért valamennyit tudtunk erre rákészülni, és azért felhívom a figyelmüket, hogy arra azért figyeljenek oda, hogy más a környezet, úgy melegítsenek be, úgy álljunk hozzá, egyébként ott is tudtunk egyet edzeni reggel, azon a pályán. Szerintem ezek mind segítették ezt a mérkőzést. Még egyszer visszautalok a Mezei féle nyilatkozatra. A szép játék nem szükséges. Volt szép játék különben? Van szép játék is, én úgy érzem, de nyilvánvalóan most is, hogy visszanéztem a mérkőzést, így pont most a repülőn, hogy elemezgettem, kiegyzeteltem magamnak 3 oldalnyit, amiből nyilván talán nem mindet fogom elmondani, hanem inkább majd edzésébe fogom beépíteni, és egy részét meg visszanézzük. Tehát, hogy biztos, hogy vannak olyan elemei a játéknak, amire külső szemlélő is azt mondja, hogy hú, ez egy szép lövés volt, szép mozdulat volt, vagy egy szép befejezés volt ilyen, de tényleg ebben a fázisában azt gondolom, hogy nem a szépség az elsődlegesség, hanem a hatékonyság az a legfontosabb, hogy hatékonyak legyünk, aminek az alapjai a védekezés hátul, és hát ugye, ami nagyon fontos, ez egy egymásba kapcsolódó dolog, hogy a támadások is nagyon fontosak, főleg azoknak a lezárása, hogy abban meglegyen egy figyelem, mert tulajdonképpen ott kezdődik a védekezés. Érdekes, hogy a fegyelmet említed, ugyanakkor a csapatban játszik a legimprovizatívabb, talán a világ legjobb, vagy biztosan egyik legjobb játékos a Varga Dénes, aki apropó visszatért a válogatottba is. Szóval, hogy a zsenialitás és a fegyelem az két nagyon különböző dolog a skálának, az egyik a bal, a másik a jobb oldalán van, úgy általában. Ő is beáll a sorba, és hogyha fegyelemről van szó, akkor azt mondja, hogy most vonatkozik-e rá bármiféle kivétel, ez a kérdés. Azt gondolom, hogy a világban lehet, hogy a zsenialitás és a fegyelem az, mondjuk, hogyha azt veszük, két ellenpólus, a sportban biztos nem az. A sportban szerintem azok a játékosok tudnak zseniálisan játszani, akik alapvetően azokat a kritériumokat, amin alapszik egy csapat, azokat tulajdonképpen talán könnyedén tudják betartani. Tehát nekik nem okoz az problémát, hogyha a védekezésben megvan mondva, hogy mit csináljanak, automatikusan is jól csinálnak dolgokat, sőt, ott is kiemelkedő a teljesítményük. Tehát a rendben, amit csinálunk egy adott taktikát, ő abban még hozzá tudja tenni azt a zsenialitását. Szerintem ez így működik, ugyanez a támadásban is. Bármelyik
csapatra jellemző az, hogy ha elindul egyfajta individuális játék, egyfajta felborulás a rendnek, akkor az mindenféleképpen egyfajta olyan, mint amikor így szétveslik valami. Tehát az elindul egy ilyen folyamat. Tehát szerintem nagyon fontos ennek az egyensúlynak a megtalálása és azoknak a keretekben való megmaradás, ami azt okozza, hogy ténylegesen egy fegyelmezett játék van elől is, hátul is. De ebben a zsenialitás elfér szerintem, tehát nem zárja ki nekem egyáltalán a kettő egymást. Hogyha mondjuk egy futball példával élnék, és azt mondom, hogy az argentin válogatottban Messinek a szerepe egész más, mint a Barcelonában. A Barcelonában nagyon-nagyon sok szabadságot kap, akkor Varga Dénessel párhuzamban hozható ez a példa? Tehát, hogy neki is van bizonyos mértékű szabad keze a játékban? Pont ma olvastam egy cikket, mondjuk egy más játékost említenék, hogy a Bale és Zidánnak a viszonyáról, és meglebentette az újságcikk azt, hogy Zidán azt kérte, hogy engedjék el, mert nem tudja beilleszteni, illetve taktikailag nem megfelelő neki a Bale. A Real Madrid labdarúgó csapatáról beszélünk? Igen, Real Madridról beszélünk, és nekem megmaradt bennem, mert olvasom ezeket a cikket, és szerintem fontos üzeneteket tartalmaznak. Tulajdonképpen azt mondta, hogy még akkor is, ha ölött a gólokat, nem ő nyerte meg egyedül, de ő tett hozzá annyit, hogy végül is megnyerték ugye a BL-t. Ott van mögötte egy csapat, aki szerintem hihetetlen fegyelmezettül játszik hátul, és erre lehet építeni mindig egy-egy ilyen játékost. Tehát én azt gondolom, hogy mindig egyfajta rend az alapja a játéknak. Tehát olyan nincs, hogy valaki teljes egészében szabadon azt mondom, hogy menj be. Ha ez igaz is lenne, azt mondom, hogy menj be, neki akkor is azokhoz az alapvető rend szabályokhoz kell tartani magát, ami maga a vízilabda. Tehát ami a vízilabda védekezése, ami a vízilabda támadása. Tehát olyan nincs, hogy valaki bemegy és teljesen egyénileg azt sem akar a vízben. Világos, én sem erre gondoltam, csak a támadásban a kreativitását ugye maximálisan ki kell használni. Én azt gondolom, hogy azt ki lehet használni, ezt ki tudja használni. Én nagyon fontosnak tartom azt egyébként, hogy legyen azért a játékosoknak egyfajta olyan szabadság, amit meg tudnak élni. De ezek lépcsőfokok. Első a rend, az első a rend, főleg egy építkezési folyamatban. Tehát egy pár hónapig szerintem sokkal kevesebb és kisebb a helye az egyéni variációknak és ennek az egyéni esetleg egy-egy olyan villanásnak, ami nincs benne, mert azt nem ismerik a többiek. Na most abból kapunk gólokat, az nem éri meg. Tehát első a rend, építsük fel a rendet, mindenki tudja, hogy mihez tartsa magát, és amikor már a játékosok is ismerik egymást, már tudják, hogy mire számíthatnak, abban már sokkal inkább belefér a úgymond, akár egy egyéni megvillanás, egy egyéni megmozdulás, amire esetleg nem számít a csapat sem még, mert esetleg már tudják, hogy ez benne van. Végezetül beszéljünk egy picit a Bajnokok Ligája főtábla A csoportjáról. Ugye ebbe a 8-asba került a Ferencváros, és hát olyan ellenfelek várnak a Fradira, mint például a Prorekó, az Eger, Crvena Zvezda, Barceloneta, Steaua Bukarest, Dinamo Moszkva, talán így fejből próbálom felsorolni őket. Hát az első négy, amit mondtam, nagyon húzós. Barceloneta is nagyon húzós. Hova kerülhet a Fradi? Én úgy látom egyébként, hogy mind a két csoport nehéz. Van, akik azt mondják, hogy ez a nehezebb csoport. Én úgy látom, hogy ez is legalább egy annyira nehéz csoport, mint a másik, ahol a Szolnok van. Nézd, most vagyunk itt tényleg 17 év után először. Egyelőre tapasztalunk, tehát nyilván ki akarjuk belőle hozni a maximumot. A cél az az, hogy eljussunk, tényleg, ha kitűzünk célt, oda kerüljünk a Final 8-be. De igazából én úgy látom, hogy lépésről lépésre haladva mindig a következő mérkőzés a cél. Tehát nem gondolkodunk túlságosan, és nem gondolkodom abban előre, hogy majd mi lesz májusban vagy júniusban, hanem arra gondolkodok, hogy mi lesz a jövő héten. A jövő héten kezdünk a Moszkvával, és az a következő lépésnek a fejemben, hogy a Moszkvából kihozzuk a maximumot abból a mérkőzésből. Nem kötekedni akarok hiddel, viszont a tavalyi Eurokupa győzelem, illetve például a bajnoki finálé kiélezett mérkőzéseken a Szolnokot vertétek. Ez azért nemzetközi téren is elég rutint tud adni, azt gondolná az ember. Nyilvánvalóan, hogy a csapat számára az, hogy tavaly előtt is utaztunk Eurokupában, nemzetközi porondon, hát megnyertétek, nem utolsó sorban. Az egy fontos tény, hogy utána meg is tudtuk védeni, tehát az is fontos, hogy nehéz mérkőzések is voltak. Ez nyilván ad egyfajta rutin, de azt gondolom, hogy azért azt is szemmel kell tartani, már csak a mérkőzés szám miatt is egy más sorozat a BL. Tehát nem csak az, hogy itt vannak tényleg a sokkal nehezebb csapatok, mert azért ott is mindig van egy-egy, két-három nehéz csapat, akik ugye pont a BL-ből esnek ki, tehát az Eurókupában. Viszont azért azt kell mondjam, hogy ott azért mégiscsak itt van egy nagyon masszív 16 csapat, akik ténylegesen úgy azt mondom, hogy Európában a legjobb csapatok, és maga a mérkőzés szám is sokkal több. Tehát sokkal megterhelőbb az, hogy szerda-szombat játszanak a játékosok. Ezért azt gondolom, hogy talán a legnehezebb, illetve a legfontosabb feladat az, hogy úgy építsük fel a programot, úgy találják meg azokat a módszereket, amivel megmaradnak a játékosok. Tehát nem égnek ki esetlegesen akár ennek az évnek a végére, illetve a szezon végére sem. Summa summarum, a cél akkor a Final 8, a 8-as döntő, de csak szerényen. Alázattal, mindig alázattal is lépjük.